napot kívánok! A vízöntőben vagyunk már, és ennek megfelelően a kiegyenlítődésről és az együttműködésről fogok beszélni valamennyire. Előre bocsánatván egy érdekes alaptézist, úgymond egy spirituális alaptézist, amit egy görög legendából, görög mitológiából tanulhattunk volna meg, ha kellőképpen odafigyelnénk, és hogyha kellőképpen keresztények lennénk, mert ez egy érdekes és nagyon szubtilis, nagyon finom, úgymond, információ, amit aztán egyértelműen Jézus hozott be a köztudatba, a názáreti Jézus, akit Krisztusnak neveznek, tehát az Arienda, hogy mondjam, tehát a tulajdonképpen a labirintus problématikája vetődik itt fel, és az Ariadné fonala az, amely itt értelmezésre kell, hogy kerüljön. Hát azt mondja a legenda, hogy Minosz királynak született egy olyan gyermeke, hogy bika volt a feje neki, de ragadozó bika, veszélyes, bocsánat, veszélyes állat, egy hatalmas nagy ember szabású, de még nagyobb, mint egy ember, egy ilyen óriás ember, akinek bika feje volt, de nem növényevő bika, hanem embereket volt, és ölt meg, és mit tudom én, mi kínzott meg, és esetleg, ha jól emlékszem, meg is ette őket, vagy megjövett belőlük jó néhányat. Na, de nem tudtak vele elbánni, és akkor megbízta a kor legjobb mérnökét és művészét, és spirituális beavatottját, Dedáluszt, hogy építsen egy labirintust, amiben ezt a bikát, talán azért, mert hogy mégiscsak a gyermeke volt, hogy bezárta, hogy nem akarta megölni, vagy nem tudom, hogy milyen céllal. De mindez, nagyon figyeljünk, mert ez csak egy ilyen köret, egy ilyen történeti, legendás köret egy nagyon-nagyon fontos dologhoz. És pedig az, hogy ugye az ördögöt az patásnak ábrázolják, ábrázolták, nem tudom, hogy még már akkor is, de a középkorban mindenképpen. És a labirintus, amiben végül is bezárták ezt a bika embert, vagy emberbikát, az tulajdonképpen az embernek a labirintusi gondolkozása, tehát ahogy a vallás mondja, a bűnbeesett gondolkozása, ami már megint csak egy másik mitoszt kell itt idézzünk, egy héberős mitoszt, ugye, az Éva és az Ádám mitoszát, ami szerint Éva odaadott Ádámnak a paradicsomban egy almát, amit viszont ő a Lilittől kapott. Figyelem, régi iratokban és ábrázolásokban is nem kígyó adja oda az almát Évának, hanem a Lilit nevű kis érdekes mitológiai hölgy, nemtelen lény, akit úgyis ábrázolnak némely középkori gravúrákon, ugye, hogy biblia illusztrációban, hogy egy ilyen kis dinóka, szőke hajú dinóka, aki odaadja az almát Évának, aki oda azt adja viszont, tehát tőle elfogadja Ádám, és akkor azt lenyeli, figyeljünk, tőle elfogadja, megeszi, és akkor ez a jó és a rossz tudás fája, és a rossz tudás micsoda? Az, hogy az a rossz tudás, figyelem, teljesen másképpen, mint ahogy gondolnánk a hétköznapi eszünkkel, a rossz tudás éppen az, amikor öncélúan azért gondolkozunk, és arra használjuk az agyunkat, és az eszünket, hogy a karma oldási életfeladatainkat kicselezzük. Tehát amikor ilyen technológia nevelésben, ilyen technikai technológia, hogy gyártsunk minél többet, hogy hát mit tudom én, az őskorban hogy lehetett, hogy valamiből mégiscsak többet termelni, amitől aztán gazdag leszek, aminek a segítségével megnyerem az életemet, ahogy aztán később tanította Jézus, hogy az nem lehet. Ugye? Tehát ez a
ez a labirintusi gondolkozás és ez a bűnbeesett gondolkozás, amikor az embernek az agya csiki-csukisan mindcsak arra jár, hogy hogyan tudná megnyerni az életet, hogyan tudna nagyobb jövedelmet szerezni magának, hogyan tudna gazdagabb lenni, és így tovább, és így tovább. És kiteljeszteni, és nagyobb hatalmat szerezni magának, és nagyobb élvezetekhez jutni, és nagyobb biztonsághoz jutni, holott az élet logikája, számtalanszor elmondtam, hogy az teljesen fordított, ennek a fordítottja, tehát karma oldás céljából jövünk ide, igaz? Ezt elmondtam többször, hogy karma oldás céljából gyártott le minket az Úristen, tehát így hozott létre saját magából, az emberi aurákat így hozza létre ennek a célból, és úgy dolgozta ki ezt az egész embert és emberiséget, ugye, hogy fizikai testben megjelenhetünk, amely fizikai testünk leképezi a konstellációk által megtestesített ős tereket, ősi erőtereket, morfogenetikus erőtereket, például, hogy a koshoz tartozik a fejünk, ugye a kos principiumához, amelyik a teremtésnek a könyörtelen, úgymond elsődleges, tehát az első primér teremtésnek az abszolútumból való, még az Isten teremtésnek is, ugye, az ős géniuszát testesíti meg, így van ez a helyes kifejezés, a géniuszán, hogy a teremtés az folyamatosan történik, folyik, úgymond idézőjelbe tetten könyörtelenül, tehát azt nem hátráltatható, nem állítható meg, nem állítható le, nincsen annak előfeltétele, és így tovább, ezt testesíti meg a kos, és a kínai asztrológiában kutya, meg az indiai asztrológiában, nem az indiai, az indián asztrológiában a farkas. Na, tehát különböző asztrológiák vannak, ahol körülbelül ez a analogikus kapcsolatrendszer. A lényeg itt az, hogy végül is ezt a bika embert, ezt a szörnyet le akarták győzni, többen megpróbálkoztak vele talán, hogyha jól emlékszem, mert rég olvastam én is ezt a mitoszt. Nagyon-nagyon, tehát mostani koromhoz képest, ugye amikor már 68 éves vagyok, 68. legalábbis 28 éve korábban, tehát 40 éve, hogy olvastam, minimum, hanem több. Ezt a mitoszt, tehát a lényeg az az, hogy már nem tudom, hogy miért tevődött fel a kérdés, tehát hogy a bikát megölni, vagy megsemmisíteni, vagy tehát nem labirintusba tartva, mert oda betévedtek az emberek, figyeljük meg, betévedtek a labirintusba, tehát az észnek a labirintusába, és ott bent volt a szörny az árnyékénünk. Tehát a karmát vezérlő árnyékénünk. Tehát ember is egy kicsit, de állat is, úgymond, tehát ilyen állati ragadozói ösztönök hajtják, ragadozói, vagy hüllő, ahogy mondják a pszichológusok, a hüllői ösztönök hajtják, ugye ezt a bikát, ezt a bennünk levő szörnyet, a bennünk levő démont. Mindenkiben van egy ilyen, ez a karma, illetve az árnyékén, illetve a gondolkozásunk, amely belebújik az önzésünkbe, az önzésbe, az egoizmusba, az egóba, és azt sugallja nekünk, hogy ez a mi játszma rendszer, hogy az eszünket arra kell kihasználni, hogy minél gazdagabbak legyünk, minél nagyobb urak legyünk, minél mit tudom én, hogy másokat elnyomjunk, másokat kizsákmányoljunk, másokkal kitoljunk, kibabráljunk, stb. Azért, hogy mi érvényesüljünk, és hogy legyen az egónknak, mit tudom én, juthassunk még több élvezethez, mint amennyi van, ugye? Holott az élvezet centrizmus az egyáltalán nem vezet boldogsághoz, erről is beszéltem épp eleget, pontosan ebben a sorozatban. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mi lehet a kijárási lehetőség, illetve a kijutási lehetőség, mert állítólag aki bement a labirintusba, nem csak a bika megölte, hanem egyszerűen nem is tudott onnan kijönni, ugye? Tehát a kiszabadulás a labirintusból lehetetlenség volt, egyszer bementél oda, nem lehetett kijönni, és ezt Dedalus is nagyon jól tudta, mert amikor Minosz király valamiért megharagudott rá, és bezárta oda őt az a fiával együtt, Ikarusszal együtt, akkor az történt, hogy Dedalus tudta, ő aki felépítette, figyeljük meg, hogy ő aki felépítette, micsoda pszichológiai, micsoda analógiák vannak, és ezt a görögök már tudták. Nagyon érdekes. És erre Hamvas Béla számtalan szó felhívja a figyelmet, hogy mindent, amit majdnem mindent, amit a pszichológia
pszichiátria, mit tudom én, a korunknak az összes ilyen emberre vonatkozó tudománya tudott, azt megtalálhatjuk valahol a görög mitológiákba, elrejtve, becsomagolva. Tehát mitikus történetekbe becsomagolva, berejtve. Tehát a lényeg az az, hogy a labirintusból kijárás, ezt Dedalus is, az ő építője tudta, hogy még ő se tud onnan kijutni, és nem tudja a fiát kivinni, csak felemelkedve, tehát a magasba. És mert ez is furcsa, nem, hogy a labirintusba hogy került viasz, hogy kerültek nagy madártollak, és így tovább, mert állítólag valami nagy madaraknak a tollait ragasztotta össze viasszal, és nem tudom milyen szerkezetet csinált, hogy ezt fel lehetett illeszteni egy hámra ugye a vár, és akkor azok segítségével repülni. Ebből nagyon sok baleset származott, emberek próbáltak maguknak ilyen szárnyakat csinálni, és bele is haltak. Na most Ikarus is meghal, ugye, mert a, hiába, hogy az édesapja figyelmeztette arra, hogy ne emelkedjen túl magasra, mert akkor a szárnyak elolvasszák majd a... illetve a napfény, a nap melege elolvasztja a viaszat, és akkor a nagy tollak kiesnek belőle, és akkor be is zuhant a tengerbe, és meghalt. Na most sajnos a szenzáció éhes, és a meghatódásra, és a ilyen rendkívüli dolgokra hajlamos lelkünk ezt jegyezte meg, hogy Ikarus meghalt, és akkor ez maradt az egész labirintus sztoriból. Ilyen szempontból az Ikarus legendából ez maradt meg, nem az, hogy Dedalus viszont kirepült, sikerült átrepülni a tengert, és eljutott talán Kréta szigetére. Tehát a lényeg az az, hogy őnek, tehát ő ennyit mondott, hogy ez a felfelé, tehát úgymond a szellem, a spiritualitás, a spirituális öntudat fejlesztése juttatja ki az embert a labirintusból. Másrészt, aki oda bemegy és ki akar jutni, hogy tud visszatérni mégiscsak. Tehát Ariadné, a Minosz királynak a leánya, aki nem lett vikává, ugye, sem tehinni, ez a Teszeusznak, a hősnek, ugye, aki aztán bemegy és legyőzi a bikát, nem tud megölni, mit csinál vele. Tehát, hogy tud majd kijönni onnan, mert egy dolog, hogy legyőzi a bikát, tönkreteszi, megöli, nem tudom ki, nyifantja, de hogy jut majd vissza, hogy jut tud onnan kijutni, és ez az Ariadné fonal. Na most én gondolkoztam, hogy mi ez az Ariadné fonal már régóta, vagy nagyon régen, bocsánat, amikor még kezdtem metafizikával, spiritualitással foglalkozni, és rájöttem, hogy ez a szeretet. Ez az, amit Jézus tanít. Tehát, hogyha valakinek elfogy a lehetősége, úgy érzi, hogy egy labirintusba tévedt, egy sóslev labirintusba tévedt, az egyedüli, ami őt onnan ki tudja hozni, az a szeretet. Tehát tessék szeretetre koncentrálni, szeretetre meditálni, elkezdeni, hogy mindenkinek van valami, amit azért csak tud szeretni. Ha nincs gyermeke, vagy már elmentek a gyermekei, vagy mit tudom én mi, akkor egy kis macskát, egy kis cicát, hogyha nem a tiéd, akkor szomszédét, vagy kutyát, vagy a szomszéd gyermekeit, vagy a rokonok gyermekeit, a nővérednek, a testvérednek, bárkinek a gyermekeit lehet szeretni, odaadó szívvel, azt ki lehet tágítani utána, rokonokra, barátokra, ismerősökre, mert olyan is van, hogy nincsenek rokonai, nekem legalábbis nagyon-nagyon távoli rokonok maradtak csak otthon, a Székelyföldön. És már nem is nagyon, tehát egyetlen egy rokonommal és annak fiával, fiaival, de azt is csak nagyon ritkán tartottam a kapcsolatot velük, de nem úgy, hogy de ők sem velem, tehát inkább én mentem hozzuk, mert különböző problémáim voltak, blokklakásban laktunk, és akkor nekik volt udvaruk, és ottan, mit tudom én, egyet sátraztam valamikor, vagy ilyesmi. Vagy amikor vettem a gyermekeknek csirkét a piacon, hogy legyenek otthon állataink, egy kicsi, néhány hétig, amíg azok megnőttek, akkor utána oda vittem, hogy odaadtam nekik ajándékba a gyércéket, hogy azt aztán nem lehetett a blokklakásban tartani, és így tovább. Tehát a lényeg az az, hogyha nincs rokonod, akkor is van ismerős, van szomszéd, van valaki, akit lehet szeretni, aki felé kell áramoltatni a szeretetet, és szépen úgy fel lehet ezt nagyítani a kört, egy-két ember csak ismersz, azt kell szeretni, de nincs más lehetőséged. Tehát ez az egyedüli, ami
hogy mond, az észlabirintusát le tudja győzni. Tetszik érteni? Tehát ezt a bűnbeesett, hogy mond, az egóvédő, az egoizmus és a, hogy mondjam, tehát, mert nem csak egoizmus van abban, hanem önérzet is van, önérzeteskedés például. Önérzeteskedésből, vagy önérzeti, hogy mondjam, karmából, térképzetből, meg kevésségből az ember hajlandó azt képzelni, hogy neki mindig igaza van, mindenben igaza van, illetve egy bizonyos relációrendszerben, egy bizonyos emberrel való relációban, tehát viszonyban, vagy mit tudom én, hogy hol, miként neki igaza van, ő csak úgy cselekedett, ahogy lehetett, másképp nem. Az az egyedüli helyes cselekvési mód, az az egyedüli helyes magatartási mód, ahogy ő csinálja, ahogy ő csinálta, és neki igaza volt, és akkor úgy is látja, hogy süllyed el, hogy nagy problémája van. Tehát akkor az egyedüli lehetőség, hogy egyáltalán sorshelyzetből, sorscsapdából, illetve ebből a belső, hogy mondjam, ebből az őrületbe is belevívő, sok ember így került az őrületbe, ugye? Őrületbe vívő, tehát a labirintusban körbe bolyongató gondolatrendszerből csak is a szeretet útján tudunk kilépni. Ezért tanította, úgymond Jézus azt, hogy szeressétek fele barátotokat is, mint ti magad, te szeress fele barátodat. Tehát bárkit, mint te magadat, ugye, és csak azt cselekedjél a fele barátoddal, amit magaddal is cselekednél. Tehát ő azt mondta, hogy ez a legfőbb parancs. De a Mózes törvényeinek, tehát a 10 parancsolatból ugye tudjuk, hogy az első parancs az, hogy szeretni az Istent, ugye? Szeretni a te urad, édes Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez óriási, mágikus energia. Tehát nem csak úgy, hogy neked rendezi a sorsodat, ugye? Nem is erről van szó, hanem az, hogy a szeretet, szeretettel teli van a szíved, és akkor itt van egy amerikai kutatóintézet, ilyen, ahol a spiritualitást és a régi, ókori és őskori spirituális tanokat, meg az középkori, keleti és mindenféle keresztény spirituális tanokat ugye, egyeztetik a modern tudomány felfedezéseivel, mind a fizika, mind a biológia, kvantumfizika, kvantummechanika és a most már a sejt hullámmechanika, azt hiszem, vagy hogy nevezik az orosz professzort, aki ezt, tehát azt a tudományt, amit ez az orosz professzor, talán Garjajev fedezett fel, és így tovább. Tehát arra utalnak, hogy a szívnek óriási ereje van, tehát, de az a szívnek óriási, úgymond mágikus ereje van, tehát sorsot rendező, de főleg a egészségrendező, főleg erről van szó, tehát az öngyógyításhoz nagy erőként, tehát gyógyító erőként fel lehet használni a szívnek, úgymond az áramlását, a szívnek a képességét, tehát ezt a szeretetet, ami ott van mindenütt, ami tehát nem kerül pénzbe, ott van a környezetünkben, ott van a szívünkben, ott van, tehát hogy mondjam, jön az Úristentől állandóan, az alapból, a létalapból áramlik kifelé állandóan a teremtés útján ez a szeretet, ugye? Ezt te csak fel kell fogd és tovább áramoltasd. Tehát felnagyítod magadba azt, amit készen kapsz, ingyen, nem kerül pénzbe, nem kell érte semmit se tegyél, nem kell, nem tudom, hogy milyen diplomákot szerezzél hozzá, nem kell hozzá semmi. Neki fogsz és meditációba, és bárhogyan, és bármikor ezt a szeretetet áramoltatod magadból, mindenki felé, akit szeretsz, mondom, és aztán a kört lehet szélesíteni. Azzal, és ezt mondja Jézus, és igaza van, hogy szeressétek ellenségeiteket, és le fogjátok győzni őket. Na most nem csak így mondja, hanem, hogy kívánjatok nekik minden jót, a lehető legjobbakat, hogy teljesüljön be minden kívánságuk, meg legyenek, főleg, hogy legyenek boldogok, tehát, hogy változjanak meg, és így tovább, tehát erről van szó, úgyhogy én látom, hogy itt a torkom egyre inkább szárad be, és nem hoztam semmi teát magammal, úgyhogy lehet, hogy be fogom fejezni ezt az előadást. Lényeget úgy is elmondtam, tehát nem véletlenül mondja Jézus, figyeljük meg, jegyezzük meg az Ariane de fonalat, azt a motivumot, és aki Jézusig, aki elmegy addig, hogy
azt mondja, hogy az ellenséget le lehet győzni, illetve a belső ellenséget, a belső bikát úgymond, a belső ravasz úgymond az árnyékénünket le lehet szeretettel győzni, és akkor az embernek ilyen tiszta úgymond szíve, tehát ugyanott vagyunk, ahol, amit szoktam sokat is nagyon emlegetni, nem tudom, hogy mi került ide a szemembe. A lényeg tehát az, hogy az ész, a világosság, a yang principium megnyilvánulási formái, tehát az Istennek úgymond a maszkulin mi volta, annak a megnyilvánulási formái, tehát az értelem, a törvényességtudat, a világosság, és így tovább, ugye? Ez, ha nincs átfonva és befonva a szeretet által, értjük? Ha nincs áthatva a szeretet energiái által, akkor csak rombol, csak rosszat tesz. Mint Lucifer. Ez a luciferi magatartás, ugye ez a fény, aki azt mondja, fordítva, és fordítva is igaz a dolog, tehát ha a fény nem hatol be a szeretetbe, tehát a szeretet vagy nem hagyja, vagy ő nem akar, elutasítja a luciferi magatartás a szeretetbe való behatolást, nem termékenyíti meg azt, illetve nem tudja a megváltás felé vezérelni mindazt, ami a szeretetben történik. Tehát akkor csak teremtés van önmagában, nincs megváltás, nincs visszafelé vezető út, nincs az Istenbe, az Istenhez és a boldogsághoz való vezető út. Tehát mit mond a luciferi magatartás? Az azt mondja, hogy nem akarok belemenni a szeretetbe, nem akarom azt megtermékenyíteni, jól meg vagyok önmagamban, nem kell nekem semmi, jól el vagyok így az eszemmel, a gondolataimmal, a tudományommal, és így tovább. A szeretet meg egyszerűen elutasítja a fényt, elutasítja az információt, ott mind a megtermékenyítő információt, de steril marad, nem termékenyül meg, és vissza sem tud fordulni, tehát nem tud visszajutni, ott önmagában mind csak teremtés megvan, de nem történik meg. Az, amiért a teremtés megvalósul, amiért a teremtés kell. Nagy misztikusok, Géczi Gábortól elkezdve, aki már meghalt szegény, de mások is mind, hallom, hogy így néha hogy elmondják, hogy miért van a teremtés, hogy miért születtünk meg. Hát azt mondják, hogy azért, hogy tapasztaljuk. Hogy tehát, hogy az Isten rajtunk keresztül megtapasztalja önmagát. Hogy fejlődjünk, de hova fejlődjünk, miért fejlődjünk, mit tapasztaljuk. Tehát igazából a nagy kérdésre a válasz az az, hogy a megváltásért történik még a teremtés is, tetszik érteni? A teljes kiegyenlítődésért, tehát a fény és a szeretet egymásban való kölcsönös áthatoláson keresztül történő, úgymond, kiegyenlítődési képesség és egységbejutási, az egységbe való visszajutási lehetőség és képesség. Mert erről is egy csomó misztikus duma van, hogy illetve elmélet, és itten az önkényes elméletekről van éppen szó, ugye? Az önkényes, a szeretet nélküli absztrakt elméletekről, tehát a fénynek, erről a luciferi tevékenységéről, az absztrakt embertelen tevékenységéről, ugye? Tehát, hogy miért is van a teremtés? Hát a megváltásért. Mert az abszolút lét, az mind boldogabb és boldogabb és boldogabb akar lenni. És a teremtésen keresztül valamiért, most ebben nem megy bele, ez az első Lilith jelenség egyébként, oda vonatkozik. Van, a honlapjaimon van erről az első Lilith jelenségről tanulmány, és van egy könyvem is, ugye, amit el tudok küldeni PDF formájában. Tehát ahol az első Lilithet és a második Lilithet megírom külön, hogy melyik mire jellemző, tehát az első Lilith az még az abszolútumban van jelen, ott keletkezik folyamatosan, és az, ami tulajdonképpen elindítja a teremtést, nevezetesen ez a még nagyobb boldogságra, még erősebb boldogságra való vágyakozása az abszolút létnek. Tehát végül is a teremtés is azért van, hogy a megváltás megtörténhessen, és a teremtésen keresztül, úgymond, még nagyobb boldogsághoz juthasson hozzá az abszolút lét. És mi ennek vagyunk valahol a megtestesülései többek között, de a második Lilith által jelzett karmának a részbeni, vagy hogy mondjam, az individuális, egyénenkénti, icuri-picuri, de valamennyire mégiscsak egy kis karmát felúrdunk abból a
zavarodottságból, amit a második Lilith jelensége eredményez az egyetemes létben, ugye? Illetve az isteni létezésben. Tehát erről is számtalanszor beszéltem, most nem akarom ezt megint elismételni, ne legyen túl hosszú ez a felvétel sem. Tehát a lényeg az az, hogy nem csak a megismerésért miatt, nem csak a megtapasztalás miatt, nem csak a fejlődés miatt van, a fejlődés az csak a 8. törvény, még utána van a 9. törvény, pontosan a szeretet törvénye, amiről beszélek én, most az Ariadni fonalon, de a 10. törvény az maga a boldogság törvénye, illetve a kiegyenlítődés, a megváltás törvénye. Értjük? Tehát a megváltásért, a boldogulásért, ahogy mondták a régiek, a boldogulásért vagyunk igazából, de ennek számtalan akadálya van, például a karmának, karmába belebújó eszünknek, a karma és az egoizmusunk szimbiózisának a következtében labirintusokba kerülünk, mint amilyen például ez, hogy az egyesek a vírus koronavírust arra akarják felhasználni, ugye, hogy valami új embertelen, ilyen mechanikus, ilyen rendőrállami világrendet állítsanak fel. Ilyen, ha nem is olyan durvát, mint amilyenek voltak a kommunizmusban, mint amilyenben éltem én is, vagy éltünk még nagyon sokan, akik még élünk egyáltalán, tehát a kommunizmus alatt, tehát nem egy olyan, egyesek még vannak, akik Rákosi korszakban éltek Magyarországon, ugye, tehát nem egy olyan embertelen, és egy ilyen olyan leszegényített és lepusztult rendőrállamról van szó, hanem itten egy annál rafináltabb, mert most már a tudomány és a technológia segítségével az ember ittó nagy gazdaságra tett szert, ugye, és az emberiség, aminek hiába, hogy a 90%-át elvonja ez a szupergazdagok világa, ez a, mit tudom, állítólag 13 család van, aki birtokolja, vagy 1%-a, vagy azoknak még persze a rokonai is, úgymond, és egyáltalán a szövetségesei birtokolják az emberiség vagyonának a 90%-át, és ők esetleg csak 1%-ban vannak, ha jól emlékszem én ezekre a statisztikákra. A lényeg az, hogy még akkor is van pénz, és van technika, és van fizetés, és van üzlet, és van nyerészkedés, és minden. Tehát ez már nem olyan, pontosan valamiféle pénzhez jutáshoz, és pénzhez pénzhasználati lehetőségekhez, meg utazási lehetőségekhez kötik ezt a... Illetve ezeket kötik ahhoz például, hogy beleszünk-e oltva, vagy nem leszünk beleoltva, stb. Ez megint egy ilyen észkonstrukció, egy ilyen szeretet nélküli konstrukció, amely nem veszi figyelembe a tárgyi gyakorlati valóságot, hogy az ki lehet-e vitelezni egyáltalán, hogy az emberek hajlandóak-e ezt elfogadni, és így tovább. És ezért vannak a nagy zavargások Hollandiában, mindenfelé, aztán szerte a világon, majd ki fognak robbanni a problémák. Amerikában is már volt egy epizód a nyáron, és aztán még lesz, ugye ebben, amit az új elnökbe akar vezetni. Tehát a lényeg az, én nem akarok világ megváltó eszméket és profétikus dolgokat mondani, nem az én dolgom ez, hanem csak emlékeztetek a metafizikai, spirituális vonatkozásokra, mindazoknak, akiknek készítettem horoszkopot már, akiknek készítek, és akiknek még fogok készíteni a jövőbe, illetve amennyiben az én barátaim és tanítványaim, akik szintén asztrológiával foglalkoznak, még fognak készíteni azt azért horoszkopokat. Tehát csak azt kérem megjegyezni, hogy amikor probléma van, és úgy látom, hogy labirintusban vagyok, és hiába akarok bármit is tenni, a szeretetet kell elővenni, de a szeretetnek semmi köze nincs az érzelgőséghez, az érzelmeknek a... Aztán a nagy labirintus, ugye? Az nem is labirintus, hanem a nagy káosz. Össze-vissza, amikor csaponganak az érzelmek. Egyesek úgy vélik, hogy az érzelmek fölött ennek a racionális, pragmatikus, gyakorlati, tudományos észnek kellene, hideg, nyugalmi, hideg észnek, úgymond észszerűségnek, racionalitásnak kellene uralkodni, de láttuk, hogy nem megy. Tehát még kell hozzá valami, és ez nem más, mint a szeretet, ami messze az érzelmek fölött van, de érzelmek az alapjai neki mindenképpen, érzelmi alapjai is vannak, illetve érzelmi kapcsolata is vannak, a szeretet, illetve az igazi spirituális fény, ami viszont hiába
akarjuk meditációkba, és nem tudom én, hogy hogy elérni ezt a nagy megvilágosodást, ugye buddhista tanok tanítanak, tehát a megvilágosodás sem ér önmagában semmit szeretet nélkül. Értjük? Tehát szeretet kell hozzá, illetve, amiről én beszélek, állandóan prédikálok erről, hogy karmaoldást kérem szépen. Karmaoldáson keresztüli megtisztulás, megtisztul a mind az elménk rajta keresztül, mind a szívünk tisztasága, tehát a legfontosabb, hogy azt elérjük. Annak segítségével aztán majd a, úgymond a megvilágosodásoknak is lesz értelme és értéke, és akkor így jutunk el a boldogsághozba, vagy ahogy Jézus mondja, a királyságba, vagy a mennyek országába. Ennyi volt már a viszontlátásra. Ne hagyjátok magatokat a látszatok által megtéveszteni. Viszlát!